Az adventi díszeket rendezgeti az egyik karcagi virágbolt vezetője. A kiegészítők megérkeztek, de kész koszorút is vásárolhatunk az üzletekben. Továbbra is dominálnak a hagyományos formák és színek, de az újdonságok is népszerűek. Több rétegre osztanám ezt a karácsonyi színeket, mert megvannak a régi hagyományos piros-zöld, fehér színek, amit ugye mindenkinek ami az igazi karácsonyt jelenti, de ugyanakkor a fiatalok generáció most már egyre jobban kezd kicsit más színvilág felé hajolni, ami a saját bútoraihoz, a kiegészítőihez szívesen leteszi, hogy tényleg beélik az asztalára, tehát a karácsonyi dekorációk. Itt megemlíteném most, hogy a nagyban jelen vannak a púderszínek, a rózsaszín és a barackos árnyalatok, és most mellette megjelent ezek a kis zöldes, halovány, kis, tehát a zöld színek, a fehér az ezüsttel. Na most ugye ott vannak még jelen a fehér az ezüsttel, és tehát itt számtalan elképzelés van, tehát számtalan lehetőség, és a színeket ugye mindenki bátran tudja használni, és ami együtt párosítható. A virágboltos elmondta, hogy számtalan lehetőség, szín van, amit bátran lehet is használni. Nagyon sokan szeretik családban, gyerekekkel az adventi koszorút saját kezdőleg elkészíteni, a saját kis örömükre, és ennek ugye az a szépsége, hogy nem a virágboltban, tehát nem biztos, hogy a virágboltban fogják megvenni az adventi koszorújukat, hanem ők maguk otthon elkészítik a kicsi gyerekekkel, anyuka, apuka, ez egy család összetartó szerepe van. És a karácsonyra való felkészülésnek, tehát ez egy kiinduló pontja, a szeretet, ott már egyértelműen észrevehetjük azt, hogy a család összetartó szerepe van, mert együtt végezzük el, tehát együtt készítjük el azt az adventi koszorúkat. Van, aki a rohanó virágban, tehát nincs ideje, tehát felnőttek már a gyerekek, munkája folyamán ugye örül, hogyha meg tudja venni, kiválasztja az ők is maga a koszorúját, az asztaldíszét. Ők ugye szívesen felkeresik a boltokat, a nagyobb üzletházakat, ahol éppen az útjába kerül. Az egyházhoz tartozó színek még mindig dominálnak. Idén a szörme hordozza a főszerepet. Jelen van természetesen az egyházhoz tartozó alila, a rózsaszín szín. Ez egy örök, és ezt nem lehet. Tehát ez egy kiinduló. Szívesen van, ami már egy kicsit túl van, a fenyő, a mindenféle kis apró kiegészítőkkel. Na most itt a színeket is lehet ugye nyilván kombinálni. Jelen vannak nagyban a szörmék, és ezek a szörméken minimális, tehát ő a szörme hordozza a főszerepet és a gyertya. A szörmésnél, tehát nagyon visszafogott díszítés van. Na most ugye vannak a veszőkoszorúk, amin ugye nagyon sokan igénylik és keresik, szeretik, ezt is hozzá tenném, mert itt meg lehet a veszőkoszorúkon meg lehet jeleníteni az egy erdő jelenetet. Az igények mellett a kiegészítők és a gyertya minősége határozzák meg az árat. Ha természetes anyagot választ a vevő, akkor én szívesen segítek, tehát kiválasztjuk, hogy ne kelljen neki az internetről rendelnie, mert én úgy gondolom, hogy minden virágbolt fel van készülve arra, hogy mindenféle kiegészítőt tudjon árulni, tehát ne csak készterméket tudjon árulni, és bárki, aki bármelyik virágboltot megkeres, én úgy gondolom, hogy mindenki fog segíteni egy kiegészítőben, hogy a család otthon tudja ezt elkészíteni a kisgyerekekkel, és ott már ők maguk döntik el, hogy mennyire akarnak csilivilét, mennyire szeretnének csak a természetes anyag felé elmozdulni, vagy az egyéb kis kedves figurákat használni. A legolcsóbb koszorú az üzletekben 3-4 ezer forint, de igényektől függően akár 20 ezer forint feletti összeget is fizethetünk egy adventi díszért.